köszöntöm kedves vendégeinket. Én azt gondolom, hogy az időjárás nagyon kegyes velünk, mert nincs is jobb egy ilyen szép esős napon, mint a nagyszerű zongora versenyen részt venni. Külön szeretettel köszöntöm a Pécerről és Aszódról érkezett gyerekeket és kollégákat. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. Ugye a verseny neve Zongolimpia, ez a, hát egy kis szó összetétel arra utal, hogy nem az, hogy a zongorázás egy sportesemény, hanem inkább azt akartuk megragadni, hogy az olimpián is ugye békésen és barátságban megvannak egymással az különböző országok, nemzetek. Mi is ezt szeretnénk ezzel a versennyel sugallni, hogy egy ilyen nagyon békés, barátságos délután tudunk együtt tölteni a zene jegyében. De mielőtt elkezdenénk, átadnám a szót Molnárné Ruk Judit igazgatóasszonynak, hogy nyissa meg az eseményt. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy öröm számunkra, hogy hagyományt teremthetünk, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy a zeneoktatás mindig és mindenkorban egy nagyon fontos és kiemelt helyet foglalt el az oktatás irányítás tekintetében. Amikor egy évvel ezelőtt az első rendezvényünket megszerveztük, már akkor is motoszkált bennünk az a gondolat, hogy a tehetséges gyermekeinek talán még több szintet kell, hogy biztosítsunk ahhoz, hogy megmutassák, hogy mi mindent is tanulnak. Hogy bizony-bizony, hogy érezzék, hogy azok a szolfizs óráknak van értelme, a hétvégi lemondásoknak, amikor nem mozi, nem színház, hanem gyakorlás van értelme, és érezzük, mi pedagógusok is, hogy mindaz a munka és mindaz a lelkesítés, amit egész tanéven át a gyerekek felé közvetítünk, annak van egy icipici kis öröme egy ilyen délután. Úgyhogy én sem szaporítom tovább a szót, nagyon jó versenyzést kívánok mindenkinek, és a mai délután háziasszony a Felcsétné Ház Veronika, és ő tud mindent. Thank you.
Amulett ügyét játsza és Bartók játék című darabját. Thank you.
kategóriája. Most megkérném a gyerekeket, hogy menjenek át egy picit néhány percre a pihenőterembe. A nap utolsó versenyzője Bence Krisztina, Le Moine C-dur etüdjét adja elő, és Kabalászki a